Előző héten beszélgettünk arról, hogy milyen airsoft fegyvert vegyél, milyen airsoft fegyverrel kezd igazából ezt a játékot. Most pedig szeretnénk egy kicsit távolabb menni, messzebbről megvizsgálni az egész kérdést, hogy hogyan kezdje el az ember ezt az egész sportot, hogyan kezdjen el airsoftozni. Megpróbálok feltenni olyan kérdéseket, amit általában az ember kap, hall, olvas a kezdő játékosoktól, ugye a kezdéssel kapcsolatban, és akkor erre fogunk most reflektálni. Ha a fegyverekről, kimondottan a fegyverekről érdeklődsz, akkor nézd meg az előző részt, linkelni fogjuk lent a leírásban, és akkor majd ott igazából kapsz róla egy kicsit bővebb információt. Igaz? Így van, pontosan. Szuper. És sziasztok, amúgy. Első kérdésem pedig az, hogy de amikor elkezdi valaki a játékot, általában ez baráti kör hatására van, tehát például a barátaim airsoftoznak, és én is szeretnék airsoftozni, hogyan kezdjek neki? Vektor, vegyél nagy levegőt. Jó. Kíváncsi vagyok a te véleményedre elsőként. Jó. Hát én véleményem az, hogy először is mindenképpen bérelj egy fegyvert, térfegyóval menjél kijátszani. Akár egy tréninggatyában, egy pólóban, egy tök alap műanyag kis 500 forintos maszkban, és érezd jól magad. Próbáld ki, hogy mi az, ami tetszik, rohangálsz, vagy inkább megbújsz, és kivárod, amíg az ellenfélod, vagy tényleg berambózol mindenhova, és rommár össz mindenkit. Próbálgasd a játékot, a pályákat, érezd jól magad, és előbb-utóbb ki fog alakulni a saját ízlésed. Tehát akkor a fegyverbérlés mellett lehet bérelni igazából védőfelszerelést is, maszkot is. Általában, ugye? Persze, ezt a szervezők általában szokták biztosítani direkt a kezdő játékosoknak a becsábítására. Van BB-vel együtt, tehát azzal se kell foglalkozni, ez abszolút. Most már alapvetően tényleg nagyon sok játékszervező cég foglalkozik ezzel, hogy teljes felszereléssel elmehetsz, van rá lehetőség, és többfajta pályán van rá lehetőség ezt kipróbálni. Mielőbb tényleg belevágsz, elhatározod magad, ugye az előző videóban beszéltünk a fegyvervásárlásról, a költségekről, mielőbb nagyon sok pénzt beleölnél, van lehetőség arra, hogy pár ezer forintért kipróbáld, elmenj többször, ugye ezt beszéltük ugye Vektora is, hogy háromszor, négyszer, ötször menj el, próbáld ki, lásd azt, hogy milyen, amikor nem klaviatúra és egér kombinációjával kodozol, hanem milyen az, amikor működik a fizika. Úgyhogy abszolút ezzel egyet tudok érteni. És itt van egy fontos dolog alapvetően, az életkor, mettől lehet ezt valójában elkezdeni, és mettől nem. Elméletben ugye az van, aztán javítsatok ki, ha nincs, vagy ha tévedek, hogy 16 éves kortól szülői felügyelettel, vagy tehát szülői felügyelet írásos engedélyével már lehet menni, akár nagyobb rendezvényekre is, ugye 18 éves kort be kell tölteni mindenféleképpen. Lehet 13-14 évesen is elkezdeni ezt a történetet, viszont ennek nagyon-nagyon utána kell nézni. Nem, tehát a legtöbb játékszervező ezt azért nem szereti, de vannak olyan lehetőségek, ahol már ilyen fiatalon is el lehet kezdeni. Én személy szerint azt javaslom, hogy próbáljunk meg várni, minél idősebb az ember, mégiscsak gyengített légfegyverekkel fogunk egymásról lövöldözni, tehát kell egy bizonyos érettség ehhez, de amúgy ez egy szerintem külön téma, úgyhogy mindenféleképpen nézz utána, hogy melyik pályán, melyik szervező mit engedélyez, és milyen papírok kellenek hozzá. Nyilván a 18 év fölött vagy, akkor meg irány surány is lehet kipróbálni. De így van, de mindenféleképpen, tehát észszerűen, tehát először a fegyverbérlés az egy nagyon pozitív dolog, hogy kipróbáld egyáltalán ilyen. De páran szoktak igazából a baráti körből járni itt a falu végére, per közeli erdőbe, per romos épületbe, a városban, kurtakocsmába játszani. Tehát jó-e ötlete az, hogy a barátaimmal vettünk egy fegyvert, mert mi veszünk egy fegyvert, de vettünk egy fegyvert, vagy barátomnak van két fegyvere, és kimegyünk ide a falu végére játszani.
már úgyis el lehet kezdeni, és ők azt mondták, hogy menjek, és jó lesz. Erről mi a véleményetek? Magánterületen oké, hogyha van rá engedélyetek, de azért gondolod, hogy... Ez mit jelent, hogy van rá engedélyetek magánterület? Hát a terület tulajdonosától van rá írásos engedély, hogy ott lehet így csinálni. Szerintem amúgy nem feltétlenül kell írásos, de igen, tehát hogy a tulajdonos beleegyezésével. Igen. És hát amúgy igen érdemes gondolni itt a Airsoft társadalomnak a megítélésére is, mert erre mindenki hatással van, aki valamilyen kapcsolatba kerül ezzel a sporttal, és nagyon-nagyon sokan, nagyon sokat tesznek azért, hogy ez a megítélés minél jobb legyen, viszont sajnos van sok hülye is a világon, akik meg rombolják ezt a felépített presztist, vagy megítélést, látásmódot, stb. Ami miatt ugye mindenki ebben a sportban szívhat is. Gondolsz itt most gondolom olyanokra, hogy bekerülsz. Hát például a kollégiumból a negyedik emeletről rész nélkül airsoft fegyverrel lövöldöznek közlekedési táblára a város közepén. Hallottuk ugye ilyen is, és nehogy Isten, még csak táblára lövöldözik, és nem más emberekre. Volt és ugye medetszer csak azt mondják, hogy be fognak keményíteni, és hoznak ilyen-olyan szabályozásokat, meg törvényeket, amik miatt ellehetetlenítik, vagy nagyon megnehezítik a sportnak a kibontakozását, a fejlődését. Te egyedül hülye vagy, 15 ezer másikkal fogsz. Igen. És azt általában meg ugye egy tök egyszerű példa még erre, hogyha például mész játékra, utazol, akkor ha lehet, akkor ne full gearbe öltözve tedd ezt meg az utca közepén, közterületen, meg ne kezedben, vagy hátadon, vagy válladon a fegyverrel, hanem az legyen elcsomagolva. Táskában, fegyverzsákban, gurulós bőrönben akár. Jogilag amúgy így is kell, tehát hogy törvényszerűen hát csinálok. Ez nem csak ez jó ajánlat, vagy egy baráti tanács. Nem, hanem ez így van, ez szabályozás. Sőt, annyit hozzá igen, is tennék, igen. Most pillanat arra, szóval annyit hozzá is tennék, ne haragudj, hogy ez le van írva többén is, hogy például autóval mész, mert már van autód, akkor a hátsó ülés, meg azt mondom, csomagtartó is közterületnek számít. Tehát nem elég, hogy bedobod a fegyvert a csomagtartóba, hanem zárt tárolóban kell legyen ott is. Akár egy dobozban, bőröntben, fegyverzsákban. Nem lehet betárazva akkumulátor, nem lehet bent a fegyverben, tehát ez is nagyon fontos, tehát, hogy így van. Van még egy vonzata is, még, ha már ezekről beszéltünk, még egy dolog, hogy arra is kell figyelni, hogy az adott országban rendszeresített egyenruhát nem viselhet, illetve a rendfokozati jelzéseket sem viselheted az adott egyenruhán. Lehet ugye, tábornok nem viheted ki a felvarróját. Igen. És az erre vonatkozó szabályozás az országonként eltérő lehet. Például Szólán Balor, USA-ban. Egyéb példák. Igen, tehát így például bizonyos államokban konkrétan törvény szabályoz ezt a Stolen Valor dolgot, és hogyha te katonának, veteránnak adod ki magad, akkor keményen megbüntetnek. Valahol mondjuk ennél ugye kicsit rugalmasabb, tehát például otthon, hogyha egy boci mintás nadrágba meg egy pulcsiba mászkálsz, kutyát nem fog érdekelni, maximum köművesnek néznek, De például, hogyha tényleg full girdóba, egyenruhába, kombatcsőrbe, zubbonyba, valami ilyesmi mész, akkor bizony meg fognak nézni az emberek, és ha nem is ütöd meg miatt a bokádat, szerintem felesleges. Tehát nem kell puszkálni az oroszlán bajuszát, pályán átöltözöl, pályán fölveszed igazából lecseréled a pólódat, és kész. És nadrág rajtad van, mondom, azt szerintem nem érdekel senkit, de ha teheted, akkor minek? Alapvetően ez annyit tennék hozzá ezekhez a viselkedési formákhoz, hogy ez egy katonai szimulációs játék, amit pont az elején is gyengített légfegyverekkel lövöldözünk egymásra. Kell egyfajta felelősség, kell egyfajta felnőttség ahhoz, hogy ezt elkezd, és ez
ilyen apróságokon múlik, hogy te megáld azt, hogy nem full gírlóba mész A-ból B-be, és nem az egódat simogatod azzal, hogy a buszon mindenki megnéz téged, hogy jaj, Jézus Mária, az biztos katona. Nem fognak amúgy katonának nézni, mert 16 éves vagy, tehát így biztos, hogy minek fognak nézni. Úgyhogy hogy legyen benned ennyi, a pályán öltözünk át, nem lúg ki a fegyvercsőbe, és ehhez a magánterület, nem magánterület, ez én annyit tennék hozzá, hogy ha igen, ha a tulajdonos vagy papíron, vagy szóba bárhogy beleegyezett, tehát ha kijön a szerv, kijön a rendőrség, és megkérdezik, hogy mit csináltok, legalább egy telefon legyen, hogy ez a tulajdonos, és fel tudjátok hívni, abszolút. Nem magánterületen, viszont egyszerűen ne csináld. Tehát, hogy ne menjél ki a hátsó kiskertbe, vagy a kis erdőbe, és kezdj el lövöldözni haverokkal. Mi is csináltuk, nem rövid ideig, nálunk is voltak ilyenek, hogy kijött a rendőrség. Pont ez a felvarrós történet amúgy velünk pont megtörtént, volt egy srác, aki kijött, és az édescsapjának a nem tudom hányas csillagát magán hordta. Nem jók ezek, kellemetlen szituációk, megütheted vele a bokádat, és ezer és egy hely van, ahol tudsz játszani. Tehát, hogy nem kell be belemenni, nem kell az orvosi járnoskodás. Menjél egy helyre, ami erre van kitalálva, és kész. Hmm. Tehát, hogy én abszolút tiltanám ezt. Tehát, hogy ennyi. Hát meg is lehet érteni ezt az egyenruha és rendfokozat jelző dolgot, mert ugye van, aki ebből ennek szenteli az életét, hogy akkor ő honvédnek megy, vagy rendőrnek megy, és dolgozik, és ő ezeket kiérdemelte, te pedig csak megvetted az oksitosnál, és magadra vartad. Így van. Ez ő esküdtett, erre tette fel az életét, pontosan, amit a vektor is mondott, te megveszed 20 forintért, nem, tehát hogy ez abszolút. Most az előbb mondtad, és amit előbb mondtál, Ricsi, arra jutott eszembe, hogy ugye Pesten például van a Vágóhídnál a régi, az a nagy téglaépület, aminek most nem fog eszembe a neve, de oda rendszeresen... Nagy téglaépület, nagy igen. Igen, a hívnél válsz, és így nézel ki, és akkor látszik, tehát nekünk mi fantáziánkat is birizgálta már, hogy de jól lenne ott airsoftozni. Igen. Oda amúgy tilos bemenni, azon kívül, hogy amúgy meg tömve szokott lenni állítólag, tehát Instagram készítése... Vágóhíd, igaz, másra gondoltunk, igen, mert az nem csak önkormányzati terület, hanem most aztán keresem a szavakat. Veszélyes, tehát omlásra, vagy nem tudom, tehát az nem biztonságos az a... Nem biztonságos az a terület, és ráadásul, ha jól tudom, valami védelem alatt is áll. Tehát, hogy mintha már utána néztünk volna. Hatalmas terület, nagyon sok fantázia van benne, nem lehet. Tehát, nem lehet. És annak ellenére, hogy kimennek az emberek játszani, és amit te mondasz, ugye az újpalotai pálya a pólus mögött, igen, a temető mellett. Kimennek oda játszani, és ott mióta a világ, mióta elszoktozunk, szerintem ott mennek az olyan dolgok, hogy már pedig állítják, hogy oda engedéllyel mennek ki, már pedig állítják, hogy arra nem lehet engedélyt szerezni a pályának, tehát megvan mind a két tábor, vagy mind a két vélemény. Ha tilosba jársz, akkor tudd az, hogy megütheted magadat, és ahogyan mondtátok az elején, nem csak te szívhatod meg, teszem azt. Ha nem, így van. Elveszíted lefoglalják a fegyvereidet, a felszerelésedet, és a többi. Tehát mondjuk lesz egy anyagi veszteséged. Ha mondjuk kiskorú vagy csak mondjuk fiatal, akkor otthon sem fognak igazából jó szemben rád nézni. Meg lehet, hogyha nagyobb vagy, akkor sem. Tehát igen, lehet, hogy 30 igen, éves igen, is azt fogja mondani apád, hogy gratulálok, fiam. És ugye akkor még az van, hogy természetesen bekerülsz a hírekbe, és tudjuk, hogy a média milyen, mindent felfújnak, és akkor lehet, hogy azt fogja mondani a valamilyen unatkozó politikus, hogy hát szabályozzuk be úgy, így van, és fontosan ezzel nagyon számolni. Nézd meg Ausztráliát. Nem, majd fáklyás felvonulás lesz a házatok előtt, az összes többi elszoktosan. Fáklyás, ja. Ausztráliában például, Ausztráliában például nem lehet airsoftozni egyáltalán. Németországban keményen van korlátozva, a szabályozva, köszönöm, Angliában szintén, tehát nem tudom, hogy egy angliai airsoft pedig ott működik, de ott is ugye, hogy ukarakártya nélkül csak neon. Festeni kell, igen, az olyan színű játék, összén kell játszhatsz, még megszerezed azt a kártyát, van olyan ismerősünk,
aki konkrétan emiatt utazott ki Angliába, és emiatt vesztette el, hogy foglalták le neki a felszerelését, és bukott be. Meg a másik, igen, itt Európában több Nívós Airsoft rendezvény is van, és arra kifejezetten felszokták hívni a szervezők a figyelmet, hogyha esetleg Németországon terveznie kell ezt utazni, akkor az csak óvatosan, mert hallottunk már ilyen sztorikat, híreket is, hogy menet közben közúti ellenőrzés, félrehúzódik, és akkor megnézik a rendőrbácsik, hogy akkor mi is a helyzet, mondjátok, mentek airsoftozni, na akkor már ki is nyitettje a csomagtartót, csomagokat, stb. Mm-hmm. Megnézik, hogy a fegyveredből bizony nincsen kiiktatva a sorozatod és funkció, és abban a pillanatban elfogották a fegyvereket. És meg is büntethetnek. Tehát ez egy dolog, hogy elveszíted, de meg is büntethetnek. És nem szeretnénk, hogy Magyarországon is ez ilyen történjen, tehát ilyen jellegű korlátozások legyenek. Felelősségesen csak kell játszani, csak ésszel, tehát. Ez egy extrém sport mindenféleképpen, és van a dolgok, amit meg kell tenned, mielőbb elkezded, olvas utána mindenféleképpen ezeket a dolgok. Nagyon sok a szürke terület, vagy. Így van, ja. Így van. A következő kérdés, ugye, szerintem ebből adja is magát, hogy hol tudok játékokra jelentkezni. Szerintem a legegyszerűbb válasz, amit rá lehet fájtni, az a szoftver, a fóruma. Aztán hát innen eredt minden az őskorból, és azóta már vannak különböző Facebook csoportok, vagy oldalak, például az Airsoft játékszervezés, vagy esetleg különböző honlapok, akik ráálltak el, hogy a kifejezetten játékszervezők tudnak hirdetni. Magyar Airsoft közösség. Például. Magyar biztos van még egy csomó más is. Doctech.hu, összeszedünk párat, letesszük a leírásba. Komment szekcióba, így van, vagy a leírás, bocsánat, igen. Igen. Alapvetően igen, tehát amit Vektor is mondott, az internet tele van helyen, ahol lehet találni rendezvényeket, helyeket. Ami szerintem fontos a kérdés a legeslegelején, hogy hogyan lőd be, én személy szerint azt tudnám javasolni, hogy a legelején kisebb létszámú játékokra érdemes elmenni, kicsit pörgősebb játékokra elmenni, nem érdemes 300 fős játékra elmenni az elején. Biztos, hogy van egy hatalmas egy hangulatot, tudom, hogy van, tehát hogy nagyon jó, teljesen más lesz, nem fogsz annyira tudni érvényesülni. Kicsivel kell kezdeni, és utána szépen lassan lehet haladni, és egy picit, ha nem is azt mondom, hogy komolytalanabb, de szabadabb játékokra elmenni, tehát semmiféleképpen sem menj el egy ilyen háromnapos LARP alapú műszerű játékra, nem fogod tudni, hogy mit kell csinálni, az egész komfortzónádból kiesik, tapasztalni kell, tehát ezt menni kell, úgyhogy kicsi és szépen lassan lehet menni egyre jobban. Amit én még javasolnék, hogy ezt nagyon sok helyen látom, és szerintem nagyon nagy hiba, hogy az ember talál egy helyet, ami megtetszik neki, közel van hozzá, és oda betokosodik, csak oda megy játszani. Menj játszani rengeteg helyre. Tehát próbálj ki rengeteg stílust, a CQB-tól elkezdve a tényleg nagy percentimei játékokig, úgyhogy, és járj több helyre. Minél több helyre mész, annál több játékszervezőt ismersz meg, annál több különböző csoportosulásokkal fogsz, és stílussal fogsz megismerkedni, és sokfajta féle játékkal fogsz megismerkedni, és ezt hosszú távon is érdemes tartani, egészen odáig, hogy igen, nem csak Pest létezik, vagy vidéken nem csak vidék létezik, hanem el kell menni akár vidékre is. Uh-huh. Egy játékért érdemes néha 100-150 kilométert van ide utazni. Ez mondjuk nagyon jó. Ez mondjuk biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez tényleg problémát okoz, vagy esetleg lehetetlen is. Ennek ellenére én akkor is bátorítom az embereket, hogy kérdezd meg akár szülőket, ismerősöket, a haverokat, valakit, akinek van kocsia, hogy ezek a játékok azért ki vannak írva akár hónapokkal előre is, lehet tervezni. És szedjetek össze pár embert, szervezd meg a fuvart, tényleg, hogyha már azt szeretnéd, hogy egy ilyen játékra elmenj, legyél annyira talpra esett, hogy teszel érte. És igenis, nézd meg egy front játékot, nézd meg egy 60 nagy gombos játékot,
Mi is elmentünk, és tudjuk, hogy milyen a terep. Tudom az, hogy mondjuk vissza akarok-e oda menni egyáltalán arra a játékra, vagy annak a szervezőnek a játékaira, mert tetszett, és azt mondom, hogy egyértem egy halálom ide, akkor is visszajövök. Nagyon jó ötlet szerintem, tényleg érdemes minél diverzásabb játékokra menni, nem csak ugye pályára, hanem játék stílusba is, mert van, amikor csak az van, hogy elmész CQB-zni, CQB-ból is van több lehetőség, ugye főleg Budapest környékén, de van vidéken is, és próbálgasd. Ne csak az legyen, hogy itt játszol a kis közösségedbe, mert szerintem a klikkesedés... Betakosod, igen, és átmész egy másik helyre 3 vagy 2 év után. Pont voltunk hát jó pár évvel ezelőtt egy pesti kifejezetten CQB helyen, és volt egy srác, rettenetesen tehetséges volt, nagyon jól játszott, nem is tudom, 8 vagy 9 hónapja játszott már, aktívan hetente többször, tehát tényleg belemerült és elindult, és kérdeztem, hogy na is, akkor voltál itt, ott, és mondta, hogy nem, ő csak itt, csak ide jár, nem jó. Mi is csináltuk ezt, és másfél évig egy helyre jártunk, és átmentünk egy másik helyre, igen. És így idáult a világ, és köpni jelni nem tudtunk. Így van, pont tökéletes amikor tudod azt, hogy 3-2-1, elindulsz, egy. Elkezdtek rohanni, elkezd rohanni a másik csapat, és tudod, hogy 10 másodperc múlva azon a sarkon fog megjelni az első ember. Nagyon pró leszel azon a pályán, tehát úgy érzed, és ez egy hamis tapasztalat lesz, úgy érzed, hogy jól tudsz játszani. Azért, mert minden szegletét ismered annak az egy pályának. Kimész egy másik helyre, és onnantól kezdve rájössz, hogy basszus, amúgy meg talán ez egy csapatjáték, vagy mi van? Emlékszel, amikor Szentendrén, talán a fenti pályán játszottatok a rendőrök ellen? Tökéletes példa volt. Szerveztem egy rendezvényt, egy játékot tökörrel, meghívtuk a rendőröket is, és amit ott nyújtott a teljesítményt, az számomra nagyon-nagyon nagy csalódás volt, de ők jól érezték magukat, és pár hónap múlva visszahívtak erre az izbégi pályára. Soha nem voltunk ott, volt egy épület, és mondtam, jó, akkor védünk, támadunk. Először megpróbáltuk őket megtámadni, kisebb-nagyobb sikerrel, nem ismertük a pályát, a lövésünk sem volt semmiről. Majd jött a következő kör, ők támadtak, írd és mond, hát maximum 40 darab másodperc alatt, úgy, ahogy van, mindenkit ledaráltak. De azért, mert pontosan tudták, 3 lépés, jobbra nézek, 2 lépés, balra nézek, te jobbra, te balra, ott keltek, ott feküdtek. Lövésünk sem volt az egészről, és azt kellett mondanunk, és azt gondoltuk már x év tapasztalat után, hogy hát minket már nem lehet meglepni, hogy a francban-e. Azért, mert egy helyen jók vagyunk, és utána meg azt sem tudjuk, hogy mi van. Tehát, hogy menj sokat, sok helyen, sok emberrel, minél többfajta féle emberrel játsz, mert hatalmas tapasztalatot nagyon rövid idő alatt fel lehet szedni az idő alatt. Szerintem. Nem véletlenül van ez a fogalom, hogy a hazai pálya előnye. Így van. Ahogy a sportban, itt is, tehát a fociban akárhol, tehát itt is. Ez mi is mentünk Vektor igazából több helyre, tehát emlékszem, hogy lementünk frontra is, ugye Veszprémi pályára. Veszprém környékén voltunk, Nagykátán, 60 nagy gombos, Budapest környéki pályák, Szentendre, Zsámbék, aztán Győr-Moson-Sopron megyébe Beleden a téglagyár, betongyár, vagy mi volt az, aztán Fertő, szép lakipályán voltunk. Vácon voltunk, voltunk. Valóban, tényleg a Váci, a Fertő Pilakanya, ugye? Vagy mi volt? Igen, volt a... Szentkirály Szabadján is voltunk. Volt a Braunnak még a téli játéka, ahol... Nem voltam azon a pályán. Az nagyon király volt. Nem voltam. De nem emlékszem, hogy hol Frozen, volt. Fagyott világok. Az volt a neve, hogy Fagyott világok, és valami Gyömlő, vagy Gyál, vagy valami ilyesmi helyen volt. Azt hiszem rakétabázis. A lényeg az, hogy Frozen, tehát Fagyott világok volt a játéknak a neve. Ilyen nyersanyagokat kellett összeszedni, meg ilyesmi. De esett a hó. Ekkora pelyhegben szállingozott a hó, ilyen 20 centis szűz hó volt az egész pályán, és valami iszonyat feeling volt. Akkor nem voltak nagyon sokan, nem volt tömegnyomor a pályán, kellemesen lehetett rajta taktikázni, kerülni. Kerülni, varázni emberekre, beásni magadat. Épület is volt, erdő is volt, minden volt. Igen, és amit Vektor mondott, ez nagyon-nagyon jó amúgy, hogy
nem mindig a nagy létszámú 2-300 fős játékok a jók. Néha egy 20-30, max. 40 fővel is olyanokat, és annyi tapasztalatot szerezni, és annyira feelinges játékokat lehet csinálni, tehát nem a tömegben van a megoldás. Megvan a varázsa, én azt mondom, abszolút megvan a varázsa egy 300 fős játéknak. Volt egy ilyen nagyon legendás, még a Dreddy szervezte, tökőre 700-an voltak, nem voltam akkor ott, 700-an minden idők legnagyobb szerintem magyar játéka volt, kipróbáltam volna biztos, de ahhoz, hogy megtaláld te a saját stílusodat, hogy mi tetszik neked és mi nem, ahhoz el kell menni ide is, és el kell menni oda. Megvan az, hogy hol tudok jelentkezni játékokra, milyen játékokra menjek, tényleg az, hogy mi kell ahhoz, hogyha elkezdjem, de láttam azt, hogy a játékokon ugye vannak mindenféle csapatok, és én is szeretnék csapathoz tartozni. Hogy működik ez itthon? Hogy tudok csapathoz csatlakozni? Hol tudok csapathoz csatlakozni? Tehát milyennek igazából a menete? A legegyszerűbb verzió az az, hogyha többen vagytok a társaságban barátokkal, akik már mondjuk vannak olyan ismerőseid, akik már játszanak, vagy együtt döntötök úgy többet magatokkal, hogy akkor elkezditek. Ez a legegyszerűbb. Hogyha kevesen vagytok, vagy ha egyedül vagy, akkor játékokon tudsz ismerkedni, vagy Facebook csoportokba feltenni ilyen-olyan kérdéseket, szoftver fórumon rá kérdezni, nézelődni. Amúgy a szoftvernek van egy ilyen csapatkeresős altopikja, ahol pontosabban tag felvételes, hogy csapatok írnak azt, hogy tagfelvételt hirdetnek és keresnek embereket, az például ott lehet böngészni. A csapathoz akarok tartozni, alapvetően én ezt amúgy egy külön témában kibeszélném, az Airsoft csapatokat, már csak azért is, mert az Airsoft csapatjáték. Tehát ha megszületik a gondolat benned, hogy hát tartozni kellene egy csapathoz, akkor tök jó úton jársz, mert akkor nem egy önálló rambóként akarsz mozogni, és nem magányos sniperként akarsz, viszont magányos partnerként. Néha az is kell hozzá, teszem. Az is kell, tehát nem kell hozzá, tényes való. A sniper megint egy külön téma. Amit Vektor mondott, az tök jó, nagyon sokan keresnek amúgy embert, vannak toborzások, tehát ezt hát csúnya szóval ki kell seggelni, tehát menni kell, és akkor ezt csinálni kell. Viszont tehát én azt mondom, hogy csapatot érdemes megválasztani, nem szabad örökre választani, ha úgy érzed, hogy túlnőttél rajtuk, akkor érdemes váltani, de még egyszer mondom, ez egy bonyolultabb történet, tehát de Airsoft csapatjáték, úgyhogy mindenféleképpen kell, hogy csatlakozz, vagy amit tényleg Vektor is mondott, tehát hogy ha már haverok ezt a csapatjáték dolgot egy kicsit nem jelenteném ki, mert ugye van, aki kifejezetten ilyen deathmatch stílusban szereti játszani, akkor free for all-ban mindenki. Igen, mindenki de például azért deathmatchben én például nem játszottam még szerintem soha életet. Tehát hogy az, hogy tényleg mindenki jelent, olyan szerintem még soha nem játszottam. De játszottam, úgy hívják, hogy Lavina. Úgy kezdődik a játék. Yeah, jó, igen, a Lavina. Jó, ez egy kicsit más. De ott is csapatok alakulnak. Igen. Hát előbb-utóbb igen, de játszottunk már egyébként, amikor csak itt kimentünk például Szentendrére tinglitanglizni, hogy na akkor gyerekek free for all, szétszóródtunk az adott pályán, itt ott, és akkor ügyszóra szépen elkezdtünk vadászni egymásra, és jó, akkor lesz mester. Vannak olyan játékosok, hogy van olyan, tehát nagyon sok olyan személyiség van, aki elkezd játszani, betartja például azt, amit mondtunk, tehát hogy szépen lassan fokozatos, és rájön arra, hogy nincs szüksége csapatra. Vagy nem jön rá, csak éppenség a játék stílusa olyan, igen, hogy nem tud csapatba. És ezzel így, vagy nem tud így, és amúgy meg jó játékos, volt erre példa, és ez neki jó, így érzi jól. Tehát ha úgy érzed, hogy te egyedül szeretnél menni, akkor hajrá, tehát ez a te játékod, a te hobbid, a te sportod, tehát de alapvetően csapatban szerintem sokkal jobb ez a történet. Úgyhogy érdemes csapatot keresni, nem szabad megijedni tőlük, és mondom, egy másik téma. Tehát, igen. Annyit tennék még hozzá gyorsan, hogy nagyon jó az, hogy amellett, hogy keresel online igazából ilyen toborzásokat, kiírásokat, tényleg ahova általában jársz, és mondjuk mondtuk, ugye, hogy több helyre mész, de ahova jársz, nézd meg, hogy kik járnak, és helyszínen csapodj hozzá egy csapathoz,
hogyha egyedül vagy, vagy ha ketten vagytok a haveroddal, és nagyon hamar ki tud alakulni egy olyan társaság, ahova lennyük legközelebb is vele mentek, és akkor az már adott. Igen, adott vagy, az a dolog. Igen. Igen, vagy pedig, mivel semmi sem lehetetlen, tehát hogyha nagyon benne vagy, nagyon beleszerelmesedtél, akkor tehát az élet előtted a lehetőségek korlátlanok, hol a picsel csapatot. Igen, csinálj te csapatot. Tehát, csinálj csapatot. Semmi nem kell hozzá, azt mondjátok, hogy ti vagytok most a rózsaszín párduc csapat, és legközelebb ti vagytok a rózsaszín párduc csapat. És kezdjétek el, és tapasztaljátok ki, hogy milyen csapatot csinálni, ilyennyi. Igen, igen. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok. Következő héten pedig tovább fogunk menni ezzel a témával, méghozzá megbeszéljük azt, hogy miután tényleg rászántad magadat, hogy te már most airsoftozol, játszottál bérfegyverrel, meg van, és senki sem tántoríthat el a szándékodtól, megveszed az első fegyveredet, de emellett mi az, amire szükséged lesz, és mondjuk mi az, ami fontosabb, mi az, ami kevésbé fontos, milyen sorrendbe szedd ezeket össze. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Szóval.